kérdések. Az, amit valószínűsíteni lehet, hogy mondjuk 5 hétig verték, és én nem hiszem, hogy elkezd, tehát, hogy tényleg a demokraták részéről nagyobb a mintány, mint amikor terveztek, és abban belehalt. Ugye belehalt egyszerűen a sérülésében, mert ugye tulajdonképpen csendben, fű alatt a nyilvánosság teljes kizárásával kellett eltemetni, és a történetnek az utó történetéhez az tartozik hozzá, hogy nagyon sokszor át akart őt vinni az ungvári kaposi temetőből, mert állandóan ledöntötték a síremlékét. Ez úgy látszik, hogy a szovjet korszakhoz kapcsolódik, mindig vissza kellett tenni, és Gálosba akart átvinni a sírt. És a gálosiak 1992 őszén megszervezték a Bandi bácsinak az átvitelét, ami néhány kilométerre van mindössze a Ungvártól, hogy olyan 12 kilométerén szerintem, hogyha mondjuk úton közelíti meg az ember, és bennünket 5 nappal a temetés előtt értesítettek. Tehát édesapámnak sikerült is elmenni, a nagymamámnak már nem, mert ugye ő 86 éves lehetett most, egy kicsit pontosabban számunk, akkor meg tudom önöknek mondani. Tehát a testvérének a temetésére, vagy az újra temetésére ő nem tudott elmenni. És én éppen szerkesztettem egyébként a Határok nélkül a budapesti stúdióban, és ugye érkezik egy riport, összeállítás Ungváról, az ungvári kollégáktól, és kiderül, hogy mondjuk az apámnak a nagybátyját fogják temetni. A temetésről készült igazából maga a riport, és megkérdeztem a főnökeimet, hogy ezt leadhatom-e. Ugye, mert személyesen érintem vagyok ebben az egész történetben, amire az volt a válasz, hogy természetesen nem volt mindegy, hogy mit mondok felé. Tehát ugye ilyenkor az embernek alapvetően amennyire csak tud a tényekre kell igazából korlátozni önnak, de erről szólt alapvetően a történetben. Ami az én számomra érdekes, és ebből a dokumentum kötetből kiderül. Mert itt ugye azt írják a borító hátoldalán Gorka Erzsébetől az Ungvári Egyetemnek a irodalom tanszékének a tanára, azon kívül a Magyar Értelmiség Kárpátaljai Közösségének az elnök társelnöke. És a következőket írja. Egyébként homokon lakik, tehát ez a Gálocs a szomszédos falu, hogyha az Ungvár mondjuk itt Záhony vagy Csap útvonalon megyünk, akkor ez azt jelenti, hogy az első falu gyakorlatilag. Minaj után persze, tehát Minaj az gyakorlatilag egybeépült most már Ungvárral. Ezek magyar faluk, tehát gyakorlatilag Ungvárnál van a nyelvi határ, és akkor onnantól kezdve kezdődik a Ruszin vidék, hogyha lehet így fogalmazni. Szóval